Ez itt a Légből kapott. A következő percekben a drónok világába kalauzoljuk Önöket. Kik és milyen feltételekkel reptethetnek drónt? Minden reptetés engedélyhez kötött? Hogyan vonatkozik a tervezett szabályozás a modellezőkre? A profi versenyzők pedig bemutatják a legfiatalabb technikai sportot. Tartsanak velünk! A pilóta nélküli légijárművek már nem csak a fantasztikus filmek technikai eszközei. A világon több ezerféle drón létezik, a pár grammostól a több tonnás katonai eszközig. Egy teljesen új iparág van kialakulóban. A drón olyan pilóta nélküli légijármű, ami fel van szerelve repülésvezérlőeszközzel, és előre meghatározott repülési feladatokat is el tud végezni, mint például pozíciótartás vagy hazatérés. Ha nincsen rajta repülésvezérlő, akkor a modell kategóriába tartozik, és a pilóta távirányítóval irányítja a felszállástól a leszállásig. A jogalkotás nem tudott lépést tartani a drónok robbanásszerű fejlődésében. Több éves előkészítő munka után 2016. novemberében az országgyűlés elfogadta a légiközlekedésről szóló törvény módosítását. Az látszik a tervezetben, hogy egy kockázat alapú szempontrendszer alapján készülhetett. Elsősorban tömeget jelenít meg. 2 kg-ig egy viszonylag egyszerű internetes vizsga segítségével lehet ezeket az eszközöket használni, bár limitáltan, csak 50 méteres magasságig. Ha ezt szeretném túllépni, akkor már egy tantermi oktatásra és vizsgára van szükségem. 25 kg fölött pedig már egy tényleg komolyabb követelmény a szakszolgálati engedély, ezt már nyilván kevesen fogják megszerezni. A 250 g alatti játék céljára tervezett és gyártott valamint forgalmazott eszközök esetében nem lesz szükség semmilyen engedélyre. Annyi egyszerűsítés van, hogy létrejött a hetedosztályú repülőtér fogalma, amit bejelentéssel lehet létesíteni külterületen. Ezeken nem szükséges eleget tenni ezeknek a képzési követelményeknek, illetve eseti légterekben, amit most már van egy egyszerűsített változat, amit egy héttel előre úgynevezett drónos légtér meg lehet igényelni, szintén enyhébb követelményeknek kell csak megfelelni. A nyáron életbe lépő rendelettervezet szerint a 250 g alatti kategóriát kivéve minden drón tulajdonosnak felelősségbiztosítást kell kötnie. Azt azonban már a tervezet nem részletezi, hogy személyre vagy drónra kell kötni a biztosítást. A gyakorlatban ez eddig úgy működött, hogy a tulajdonos kötött biztosítást, így amennyiben több drónnal rendelkezünk, elegendő egy biztosítás. Az utóbbi években csak a drónok elterjedéséről hallhattunk, azonban nem szabad megfeledkezni a modellezőkről sem. A pilóta nélküli légijárművekről szóló rendeletmódosítás őket is érinti, mint mondják, nem mindig kedvezően. A tervezett szabályozás a klasszikus modellezők életét nehezítené meg, holott mi jelentünk kisebb kockázatot. Mi általában magunk építjük a gépeinket, nagyon odafigyelünk a biztonságos üzemeltetésre, olyan helyen repülünk, ahol nem okozhatunk kárt senkinek. Kicsit aggódva figyeljük azt, hogy kezdenek egy kalap alá venni minket, azokkal, akik bemennek a boltba, mindenféle gyakorlati tapasztalat nélkül megvesznek egy 2-3 kilós drónt, kimennek és akár egy strandon kezdenek el repülni vele. A modellezőknek a jelenlegi tervezetben a súlyhatár és a légtérigénylés jelent problémát. A tervezetben 2 kilós súlyhatár szerepel, ez a hobbi modellezők nagy részének akár elég is lehet. De vannak nagyobb gépekkel repülő pilóták, akiknél indokolt lehet ezt a súlyhatárt kicsit kitolni, és mivel lakott területen kívül repülünk, adott esetben modellreptéren, ezért akár a nagyobb súlyhatár is kisebb kockázatot jelent. A szabályozásban 130 méteres magasságot határoznak meg, ameddig a modellezők felrepülhetnek. Ez a legtöbb kisgépes modellezőnek akár elég is lehet. Egy komolyabb vitorlázó az ennek a 2-3-szorosára is fölmegy, adott esetben egy versenyen, arról szól a verseny, hogy ki tud magasabbra menni. Tehát itt mindenképp jó lenne, ha ezeket a számokat egy kicsit ki lehetne tolni. A hetedosztályú repülőtér fogalma az számunkra szimpatikus. Ez akár működhet is, hogy a modellreptereket ilyen hetedosztályú reptérré minősítjük. Vannak Budapesten belterületi modellrepterek is. Ezek általában úgy olyan helyen kerültek kialakításra, ami távol esik a lakóházaktól, de sajnos belterület, tehát a tervezett szabályozás szerint itt nem lehet hetedosztályú repteret kialakítani. Viszont repülésre alkalmas területek, mert némelyiknél akár több kilométer is van a legközelebbi lakóház és a reptér között. Tehát ezekre is jó lenne, hogyha valami megoldást találnánk, hogy ezek a repterek tovább működhessenek.
A Hungarokontrol végzi a hazánkból induló és ide érkező, valamint a magyar és a Koszovó feletti magas légtérben repülő gépek összehangolt irányítását. A társaság központjából korszerű radarok segítségével figyelik és irányítják a teljes magyarországi légiforgalmat. A jelenlegi szabályok szerint a drón reptetéshez a légiközlekedési hatóságtól eseti légteret kell igényelni, amelyhez a Hungarokontrol ad légiforgalmi szolgáltatói véleményt. A pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelettervezet előkészítésében a Hungarokontrol szakemberei is részt vettek. A tervezet szerint a jövőben az engedélyeket is jóval könnyebb lesz igényelni. A NetBriefing rendszer továbbfejlesztésével nem csak arra lesz lehetőség, hogy egy jóval fejlettebb felületen keresztül tudjanak repülési tervet benyújtani a kisgépes pilótát, a drónpilóták számára is ad egy olyan lehetőséget, hogy leellenőrizzék azt, hogy azon a területen éppen abban a pillanatban lehet-e drónrepülést végrehajtani, milyen körülmények között lehet végrehajtani, illetve be is tudják jelenteni ezen a felületen keresztül a repülésüket, hogy egy bizonyos területet ők szeretnének lefoglalni drónrepüléshez. Ez már bekerül az online rendszerbe, és ez információt fog szolgáltatni a következő drónrepülést végrehajtani kívánó felhasználó felé, és jelezni fogja számára azt például, hogy ott azon a területen egy másik kollégája már drónrepülést hajt végre, és a terveink szerint olyan lesz a rendszer, ami földobja egyből azt, hogy hogyan tudja például elérni őt, hogy esetleg egyeztessenek telefonon. Ez a fejlesztés várhatóan 2017 első negyedévében már elkészül a Hungarokontrollnál, és amennyiben a jogszabályi feltételek adottak lesznek, akkor ezt a rendszert éles üzembe állítja a Hungarokontroll. A drónok használata a magánszférát is érintheti, adatvédelmi kérdéseket is felvet. Az adatvédelmi hatóság természetesen nem a drónokkal foglalkozik, hanem a drónokra szerelhető azon eszközökkel, amelyek a magánszférába beavatkoznak, mégpedig olyan formában avatkoznak be, amivel a személyeknek egyébként nem is kell normál esetben számolni, hisz lehet, hogy olyan növényzet vagy kerítés veszi körül az ingatlanomat, hogy eszembe se jut, hogy valaki belát az ingatlan területére, míg föntről egy drón képes erre. Tehát ezért fontos, hogy legyen arra nézve információ, hogy adott időszakban, adott területen kiknek volt engedélye. Nem az a célunk, hogy az új technológiák, új technikák alkalmazását megtiltsuk, hanem az, hogy olyan mederbe tereljük, hogy ne okozzon a jogsértést, illetőleg ne szűkítse a magánszféránkat. Magyarországon már a versenyzésre is van lehetőség. A Drone Prix Hungary csapata 5 állomásos versenysorozatot indított, ahol a pilóták gyorsasági, ügyességi és szabadszemes kategóriákban mérhetik összetudásukat. Mondjuk azt, hogy valamennyire a rallihoz és az autóversenyhez lehet hasonlatos, egy meghatározott pályán az akadályokat átvéve teljesíteni kell időre, hogy ki a leggyorsabb. Két kilowatt ez a négy motor, ami itt van, tehát irtózatos mennyiségű erő van ezekben a gépekben. Éppen ezért van az, hogy ez a kis pöttömség akár 140-150 km/órával is tud repülni. Bár ezen a drónon is van kamera. Ez a drón is közvetít kameraképet, ráadásul élő kameraképet. Az nagyon nagy különbség azokhoz képest, ez egy versenydrón, tehát azért fogom, mert ilyeneket láttunk a mi versenyeinken is szágoldozni. Az a nagy különbség a klasszikus értelemben vett videós drónokhoz képest, hogy itt ez egy másodlagos funkció, abban a szempontból elsődleges, hogy máshogy nem tudja irányítani a pilóta, viszont nem az a cél, hogy a kép élvezhető legyen és csodálatos legyen és nagyon szép légifelvételeket készítsünk, hanem kizárólag azt a cél szolgálja, hogy be tudjon kanyarodni a következő kanyarnál, át tudjon menni egy kapu alatt vagy fölött. Még egy nagy különbség van a videós drónok és a versenydrónok között. Ez pedig hát a sebesség, ugye, illetve az, hogy ezek biztos, hogy le fognak egyszer esni, tehát ezek törni fognak, ez biztos. Más a propellerek kialakítása, pont az a lényeg, hogy elvegye a rezgést és minél kevesebb kárt okozzon a gépben. A jogszabály szempontjából nekünk talán rendezvényszervezőknek és versenyszervezőknek egy kicsit jobb a helyzetünk, hiszen a versenydrónok azért nyugodtan kívánom jelenteni, hogy nagyságrendileg a 2 kilós határ alatt vannak. Tehát ezek a pilóták sokkal könnyebben fognak tudni eljönni egy-egy ilyen rendezvényre, és maximálisan odafigyeltünk arra, hogy 100%-ig biztonságos legyen minden rendezvényünk, tehát nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk arra, több 100, több 1000 négyzetméternyi hálót feszítettünk ki, arról volt szó,
hogy biztonságban legyen a közönség és biztonságban legyenek a pilóták is az esetleges balesetektől. A drónok használatának szabályozása országonként változó. Egységes szabályozás még nincs. A magyar dróntörvény várhatóan 2017 nyarán lép életbe, az Európai Unió viszont csak 2018-ra ígér egységes szabályozást. A műsor támogatója Hungarokontrol, a magyar légiforgalmi szolgálat. Gráve életbiztosító ZRT. A műsor médiapartnere a gogogo.hu, ahol adásaink az interneten szárnyalnak tovább.